is figyelmet kérek. Hadd mutassam be az új osztálytársatokat. Úgy tűnik, sok időt töltöttél külföldön. Ifjú hölgy, ez nem egy afféle parti. Ha meglátom őket, már is felézik a trafom. Mikor csapunk már le rájuk, Prime? Ne avatkozz vele! Prime tudja, mit tesz! Hírek következnek, ne piszkáld a csatornaváltót! Tuszként tartja a történelem könyvemet, el fogok késni. Jean, drágám, kérlek fogadd el ezt a croissant szerelmem jelképeként. A reggeli muffinja még mindig kísérti a szervezetemet. Ne csináld már, a nővérem vagy. Hát tudod, ez nem a legjobb ötlet. Elment az eszed? Miért hoztad ide? Nem látod, hogy milyen veszélyes? Olyan, mint egy őrült baszorkány. Nagyhatalmú, tehát gazdag kapitány. Ez az! Elvertük őket! Végre elvertük őket! Tudja, hogy tilos a rabszolgák behozatala. Ezeket olcsón adom, és néhány év múlva erős munkások lesznek. Higgyen nekem, megéri! Neked megvolt már az esőfelhős dupla szaltó? Ez az. Nyomd el a sötét impulzusokat. Csak a szépséget lásd. Annyira szereted az agy, süsd el az ágyút, de csak az! Hát de mi a fasz volt ez? Kedves nézőink, valami buzi adásiba lehetett. Hibás volt az antenna. Mindenségit fogjunk neki a jó öreg zamatalma dzsemeléshez. Sületlenség! Canterlot összes teájáért sem hagynám ki. Hello, féleszű barátok! Na igen, milyen vicces vagy, kopasz. Nagyon vicces. Végre én akarok lenni a kasszás. De sajnálattal közlöm, ehhez az kell, hogy felfaljam a fejedet. Én vagyok az alvilág királynője. Ne fáradj! A pszichés trükkjeid nálam nem működnek. A lány Mesmero befolyása alatt áll, Charles. Vadóc ránk támad, hogy elszívja az erőnket, aztán Mesmero kitörölte az emlékeinket. Banda! Engedd szabadjára az erőmet! Nem tudod, hogy mit csinálsz! Banda! Ne csináld ezt! Igen, lehet, hogy összefüggésben áll a pókokkal. Várj, Velma! Valójában azt akartam megmutatni, hogy mi történt akkor régen, a kaszás választáson. Nem igaz, hogy miattam van, de félek, halálos veszélybe sodortam végső várost. És az utca gyermekei voltunk, most meg suliba járunk. Ugyan már, te leszel a következő halálisten. Mit neked három csík a hajadban? Mivel ma páratlan számú lelket gyűjtöttünk be, ezért most egyel több van bennem, mint Pettiben. Szárazföldi patkány, sétáljunk egyet a fedélzeten, attól jobban leszel. Tudjátok, nekem más nem is kell, mint hogy királynőként kezeljenek. Én lelépek innen. Ennyi dudás nem fér meg egy csárdában. De? Erről csak te tehetsz!
Elnézést! A fiúk már csak ilyenek.